Mit jelent az, hogy Isten gyermekei uralkodni fognak a pogányok fölött, a világ fölött? Gondoljunk egy királyra, akinek hosszú uralma van itt a földön. Az Ószövetségben több ilyen király volt, akinek hosszú uralma volt a földön. Minek köszönhetően volt neki hosszú uralma itt a földön? Annak köszönhetően, hogy jó király volt. Annak köszönhetően, hogy Isten törvényeit betartva, azt tisztelve, Istent félve uralkodott. Hosszú volt az uralkodása a földön. Azért engedte meg az Úristen az ilyen földi képeket, a földi királyságokat, hogy abból is megértsük a lélek dolgait, hogy mi is azáltal kapunk uralmat a föld kerekségen, az emberek fölött, a pogányok fölött, hogy mi Isten félők vagyunk, és betartjuk az ő törvényeit. Azáltal megtisztul a mi lelkünk, hogyha tiszta a lelkünk, akkor mi már nem vagyunk szolgák. Ahogy Jézus mondja, nem vagyunk a bűn szolgái, mert azt mondja ő, hogy aki bűnt követ el, szolgálja a bűnnek, de aki nem követ el bűnt, az nem szolga, hanem szabad. Az ilyen ember meg fogja látni a mennyek országát, és azt fogja tapasztalni a mennyek országában, hogy neki senki sem az ellensége, neki nincsen senki ellensége egészen pontosan, nincs neki ellenfele, tehát ő mindenki fölött van, jelképesen mindenki fölött uralkodik, mert neki nincs ellenfele, aki árthatna neki. De ez csak akkor lehetséges, ez akkor valósulhat meg, hogyha Istennek a gyermeke megtisztul teljes mértékben. Ő úgy kap uralmat, idézőjelben a pogányok fölött, az emberek fölött, a világ fölött, hogy ő teljesen megtisztul, az ő lelke teljesen megtisztul, és bekerül a mennyek országába, ahol már nincs uralkodás, nincs hierarchia, mint ahogy a földön van. Mert azt mondja Jézus, hogy látjátok, hogy a világban a nagyobbak hatalmaskodnak a kisebbek fölött, de közöttetek ne így legyen ez, hanem aki nagyobb közöttetek, a többit szolgálja, mindenkinek a szolgálja, tehát nincs uralkodás. Tehát, és mégis azt mondja Isten, hogy uralkodni fogunk a pogányok fölött. De ez nem azt jelenti, hogy hatalmaskodni fogunk fölöttük, hanem azt jelenti, hogy fölöttünk nincsen senki, csak a mindenható Isten. Tehát rajtunk senki nem uralkodik, hanem jelképesen mi uralkodunk. Az összes ember, akit látunk, úgymond az uralmunk alatt van, olyan értelemben, hogy nem árthat nekünk, mindenki a barátunk, mert megváltozik minden. Mert azt mondja a mindenható Isten Pál apostol által, hogy aki Krisztusban van, újjá van születve, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. A régiek milyenek voltak? Hát olyanok, hogy uralkodtak fölöttünk. A pogányok ugye uralkodtak fölöttünk, de miért uralkodtak a pogányok fölöttünk? A pogány polgármester, a pogány rendőr, a pogány király, a pogány miniszterelnök, a pogány főnök miért uralkodott fölöttünk? Azért, mert mi magunk is pogányok voltunk, bűnben éltünk. És a bűnös ember szolga, szolgálja a bűnnek. De a bűntelen ember az már nem szolga, ő már úr. Senki nincsen, senki ember fia nincsen fölötte. És ezt jelenti az, hogy uralkodni fogunk a pogányokon. A bűnösökön mindenképp. A bűnösöknek nincsen hatalmuk Isten gyermekei fölött. Tehát ők urak, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus úr. Mindenek fölött, urak, ura és királyok királya, az összes gyermeke mindenható Istennek, urak, ura és királyok királya. Mert Jézus azt mondja, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön, mint ahogy én is győztem, és ültem az én atyámmal, az ő királyi székében. Tehát Isten megadja a hatalmat. És ahogy mondhattam egy néhány nap korábban is, hogy a titok, amit nem tud az ember, a teremtés titka, az, hogy az Úristen nekünk nem sokat akar adni, hanem mindent nekünk akar adni. Tehát aki megismeri Istent, ő mindent megkap, és aki nem kíván mindent megkapni, az nem ismerheti meg Istent, Isten országát. Ő nem akar semmit sem visszatartani, tehát úgymond királya, jelképesen királyá tesz minket az ő pirodalmában, egyenként mindenki király. De nem azért, mert ő felemeli magát,
hanem azért, mert ő megalázta magát, és megbánta a bűneit, és Isten őt megtisztította, és felemelte magához, mindenek fölé emelte. Ez jelenti, hogy uralkodni fog mindenki fölött. Nem hatalmaskodni, hanem uralkodni, mert ő mindenki fölött van, éppen úgy, mint Jézus Krisztus. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.